Vásárhelyi Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok! Februárban dönthet az országgyűlés az illegális bevándorlás elleni újabb, az ország biztonságának növelése érdekében szükséges törvénycsomagról, közölte Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján a 107. kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, a kormány fontosnak tartja, hogy az illegális migráció szervezésében támogatásában résztvevő, külföldi forrásokban részesülő szervezetek átláthatóban működjenek, ezért kezdeményezi a regisztrációs kötelezettségüket. A külföldi támogatásaik után 25%-os illeték megfizetését, amelynek összegét a határvédelemre költenék, valamint a kitiltással azonos következményekkel járó idegenrendészeti távoltartás alkalmazásának lehetőségét. A kormány fontosnak gondolja, hogy azok a szervezetek, azok a támogatók, akik a bevándorlás szervezésében, támogatásában részt vesznek, vagy a bevándorlás elmúlt egy-két éves időszakában önök által is tapasztalt módon támogatják azt, azok transzparensebben és átláthatóbban végezhessék a működésüket. Én fontosnak gondolom az ország biztonsága szempontjából azt, hogy az illegális migrációt támogató külföldi forrásokból működő szervezetek működése átláthatóbb és nagyobb nyilvánosságot bíró legyen. A transzparencia érdekében egy regisztrációs kötelezettség előírásáról van szó. A regisztráció önkéntes, annak elmaradása esetén a külföldről származó támogatással arányos bírság kiszabására van lehetőség. Lázár János megjegyezte, mivel a törvény csak a jövőre nézve lépne hatályba, ezért kiváló alkalom lehet arra, hogy Soros György abba adja Közép-Európában az illegális migráció finanszírozását. A tárcavezető arra is kitért, hogy Magyarország tavaly csak nem 1300 embernek biztosított oltalmat. Aki bajban van, annak segítünk, hangoztatta. Szintén a kormányinfó hangzott el, hogy megkönnyítik a családi otthonteremtési kedvezménnyel, azaz a csokkal kapcsolatos ügyintézést. Lázár János jelezte, a bürokratikus akadályok csökkentéséről 2 hét múlva dönt a kormány. Honvédelmi szakközépiskola nyílik Vásárhelyen, és a kormány támogatni fogja a napelemek telepítését a földművesek számára, jelentette be Lázár János országgyűlési képviselő tegnap Kútföldjön. A kormány és az önkormányzat célja, hogy életben tartsa a kisebb településeket, vonzóvá tegye a családok számára. Hegedű Zoltán elmondta, ennek érdekében terveznek további útfelújításokat, játszótereket építenek, és a közösségi házakat is rendbe teszik. Az alpolgármester beszélt arról a tegnap aláírt megállapodásról is, amely a Magyar Honvédség és a Hódmezővásárhelyi Kórház között jött létre. Lázár János a fórumon elmondta, ehhez kapcsolódóan az önkormányzat javaslata alapján a kormány úgy döntött, hogy egy honvédelmi szakközépiskolát alakít Hódmezővásárhelyen. Ezek az intézkedések ugyanis egy nagyobb célt szolgálnak. Hosszú távon azzal kell számolnunk, hogy déli irányból folyamatosan bevándorlók érkezhetnek az ország határára. Ezeknek a bevándorlóknak a föltartóztatásában a Magyar Honvédségnek és a vásárhelyi laktanyának kulcs szerepe van az egész magyar-szerb határon. Ezért a kormány döntött a laktanyafejlesztésről. Itt különböző épületek, szállások, út, közműberuházások és korszerűsítés kerül végrehajtásra. Lesz létszámfejlesztés is a vásárhelyi laktanyában, és ennek érdekében a vásárhelyi és a környékbeli fiatalok számára a honvédelmi és rendészeti képzés lehetőségét kínáljuk föl egy új szakközépiskolával. A kormány másik fontos döntése leginkább a földműveseket érinti. Lázár János elmondta, aki kis kapacitású napelemparkot létesít, attól az áramot kötelezően megveszi az állam. Ennek a jövedelme nem nagy vállalatokhoz és nem multinacionális cégekhez kerül, hanem a földművesek számára jelent csaknem 500 000, illetve 1 000 000 forint közötti havi jövedelmet. A beruházáshoz állami támogatást biztosítunk kedvezményes hitel, vagy 0%-os hitel formájában a Magyar Fejlesztési Bank tevékenysége eredményeképpen. Tudomásom szerint itt Székutas, Hódmezővásárhely, Mátyáshalom környékén is több olyan gazda van, aki azt tervezi, hogy a termőterületén egy ilyen fél megawattos napelemparknak 1 hektárnyi terület szükséglete van, egy ilyet létesíteni fog. Ez alapvetően jövedelem kiegészítésre
alkalmas. Én kifejezetten támogatni fogom azt, hogy ilyen jogosultságokhoz hozzájusson minél több hódmezővásárhelyi földműves. A miniszter azt is hozzátette, ez a döntés azért fontos, mert a kormány kiemelt célja, hogy a vidéki lakosság helyben maradását és boldogulását elősegítse. Ennek érdekében a kormány országosan újra szervezi a szakközépiskolai és szakgimnáziumi hálózatot, Hódmezővásárhelyen pedig az összes oktatási intézményt felújítják. Amás István halála miatt időközi polgármester választás lesz február 25-én Hódmezővásárhelyen. A jelöltekről és programjaikról, illetve arról faggattuk a vásárhelyeket, milyen vezetőt tartanának ideálisnak és hogy milyen fejlődési irányt vennének szívesen a városban. Az általunk megkérdezettek, mindannyian elmennek majd szavazni, állampolgári kötelességüknek érzik, hogy beleszóljanak, ki irányítsa majd a várost a következő időszakban. Három jelölt mérettetné meg magát a február 25-i időközi polgármester választáson. Egedűs Zoltán a Fidesz-KDNP színeiben indul, Vásárhely jelenlegi alpolgármestere önkormányzati képviselőként 2006 óta 11 éve dolgozik a városért. Ő már a jelöltséghez szükséges szavazatmennyiség sokszorosával rendelkezik, itt tehát biztos indulónak számít. Kihívói Márkizai Péter és Hernádi Gyula, akik függetlenként mérettetnék meg magukat, utóbbiak még gyűjtik a jelöltséghez szükséges 300-300 aláírást. Megkérdeztük a vásárhelyi polgárokat is, milyen szempontok szerint választanak majd polgármestert. Folytatódjanak a fejlesztések, mondta stábunknak egy asszony. Folytatódjon is, meg azért a közérzet is jó legyen. Tehát a város lakosságának a közérzete. Mitől lesz jó a város lakosságának a közérzete? Tulajdonképpen szerintem, ha kerületekben is van némi fejlődés. Úgyhogy nem centralikusan fejlesztenek csak belvárost mondjuk, hanem a külsőperem kerületek is kapjanak olyan fejlesztést, amit az ott lakók igényelnek, mert ugye ezt ők tudják. Ön szerint ugye három jelöltről van szó, az ő programjaik mennyire fedik le az ön elképzeléseit? Hát ezen még gondolkodnom kell. Az az igazság, hogy ez egy új szituáció, figyelemmel kísérem, és majd meglátom, hogy hogyan döntök. Túl időssel legyen az illető, tehát ne az, hogy olyan gondolkodása, hogy mit tudom én, az új nem érdekli, vagy valami, de viszont annyira kezdősel legyen az illető, úr, vagy hölgy, akárki, hogy tehát annyira gyerekcipőbe járjon még az ilyen dolgokba, hogy ne észleljön különösebb dolgokat. Tehát azért mindennapi dolgokban legyen benne, aktív, és akkor szerintem fog menni. Az volna fontos inkább, hogy a kórházban ne kelljen annyit várni, mert ott rengeteget kell várni, akár vérvétel, akár milyen vizsgálatra megy az ember, sokat kell várni. Ez az egy, ami nekem hiányzik, hogy ugye először bejelentkezés, akkor várakozni, mire fogadják az embert, szóval nekem ez az egy, ami nem tetszik. Ön szerint az fontos-e, hogy egy városvezető olyan legyen, aki már bizonyított, vagy letett a városért? Ez biztos, hogy valakinek legyen tapasztalata. Ez biztos így van. Az, hogy munkahely legyen, hogy a fiatalok annyit keressenek, hogy tisztességesen megéljenek, nem a közmunkából, abból nem lehet megélni. Mert aki ezt eldöntötte, az éljen meg belőle. Nagyon sajnálom őket, esküszöm, akik ott kapirgálnak, mert nem arra a sorsra születtek, és nincs más lehetőségük. Ez a legfontosabb én részemről. Valójában a munkahelyteremtés ez mindenféleképpen nagyon fontos. Én, mint leszázalékot tudom, hogy nagyon nehéz elhelyezkedni ilyen helyeken, de tehát mindenféleképpen, hogy a város fejlődjön. Tehát ez egy nagyon jó dolog szerintem. A személyes szimpátia fog majd dönteni a jelöltek esetében? Nagyjából ismerem őket, viszont inkább az észérvek. Tehát lehet valaki szimpatikusan, nem jól végzi a dolgát, ez az én meglátásom. 60 milliós sporttámogatási alapot hoz létre a város önkormányzata, jelentette be Hegedűs Zoltán a vásárhelyi sportszervezőkkel közösen tartott konzultáció után. A támogatáshoz pályázat útján lehet hozzájutni, amelyet a Hódmezővásárhelyi Sportjáért Alapítvány kezel majd. Hódmezővásárhelyen csaknem 53 sportegyesület működik. A költségvetési konzultáción csak azoknak a sportágaknak a képviselői vettek részt, amelyek a legtöbb sportolót foglalkoztatják. A hosszú egyezkedés után abban állapodtak meg, hogy egy új, pályázati rendszeren alapuló pénzügyi alap jó döntés lenne. Egy 60 millió forintos alapot hozunk létre,
egy sport támogatási alapot, amelyet a Hódmezővásárhely Sporthelyet Alapítvány fog kezelni. Ide lehet majd pályázatokat beadni. A pályázati rendszer kidolgozásához hozzáfognak a héten még a kollégák, illetve a jövő héten, és a költségvetés elfogadása után én nagyon bízom benne, hogy rövid időn belül ezek a pályázati kiírások meg fognak jelenni. Azért jelent nagy lépést a pénzügyi alap létrehozása, mert az úgynevezett TAO támogatással ellentétben nem csak a látványsportok, de a többi sportág egyesülete is részesülhetnek belőle, ha nyertesként bírálják el pályázatukat. Az egyesületek támogatása mellett továbbra is nagy gondot fordítanak majd a sportlétesítmények fejlesztésére és fenntartására. Hegedű Zoltán azt is elmondta, hogy az elmúlt 15 évben csaknem 6,7 milliárd forintot költöttek sportinfrastruktúra fejlesztésre. Ebből mintegy 3 milliárd forint TAO támogatásnak volt köszönhető. Ebből fedezték az utánpótlás nevelés költségeit is. Azra az egyesre jutottunk itt a sportvezetőkkel, hogy valójában a körülmények maga... azok a körülmények jelen pillanatban rendelkezésre állnak, hogy megfelelőek. Csak ezeket a körülményeket meg kell tartani, és ezeket a körülményeket tudni is kell finanszírozni. Azért, hogy egy ilyen felújított stadionba vagy egy felújított sportcsarnokba tudjunk sportolni, az is pénzbe kerül, és annak a működtetését is biztosítani kell. A polgármester biztosította itt a sportszervezeteket, ezek a működése folyamatosan fog várni a jövőben is. Ma csak nem 2500 hivatalosan is igazolt sportoló van Vásárhelyen, akiknek szükségük van a támogatásra. Ugyanakkor a sportlétesítmények fejlesztésével nem csak a sportolók érdekeit tartják szem előtt, hanem a hétköznapi emberekét is, akik ezáltal tudnak sportolni és meg tudják őrizni az egészségüket. Adósságrendezési eljárás indul a Csanádpalotai önkormányzat ellen. A település pénzügyeinek kezelését csődbiztos veszi át, jelentette be Nyergesné Kovács Erzsébet, a város polgármestere, Lázár János országgyűlési képviselő támogatásáról biztosította a települést. Nyergesné Kovács Erzsébet mai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a 2017-es választásokat követően szembesült az önkormányzat költségvetésének súlyos problémáival, melyet szakértői jelentés is alátámaszt. A képviselőtestület nem fogadta el a januárban benyújtott, az adósságrendezési eljárásról szóló határozati javaslatot. A testület tagjainak kérésére likviditási tervet készítettek, melyből kiderült, hogy 36 millió forint hiányzik a költségvetésből az első negyedévre. A képviselőtestület ülésén 5 igennel, a pénzügyi bizottság elnökének tartózkodásával, illetőleg egy nem szavazattal a képviselőtestület elfogadta az adósságrendezési eljárás megindítását. Lázár János országgyűlési képviselő a bejelentést követően támogatásáról biztosította Csanádpalotát. Több mint 150 millió forint az önkormányzat adóssága, amely a város dolgozóinak bérét is tartalmazza. A csőd ezentúl veszélyezteti a 350 milliós Európai Uniós fejlesztési támogatást is, mert csődben lévő önkormányzatok nem kaphatják meg, mondta Lázár János. Nyilvánvaló, hogy itt a képviselőtestület egy része, és a korábbi polgármester nem tartotta be a törvényeket, hiszen az elmúlt évtizedben olyan szabályok alakultak ki Magyarországon, hogyha egy önkormányzat betartja a törvényeket, akkor ilyen helyzet nem fordulhatott volna elő. A helyzet olyannyira súlyos, hogy ma a polgármester asszony azt kérte tőlem, hogy 50 millió forintnyi gyorssegélyt próbáljak szerezni a kormányzattól soron kívül. Ahogy visszamegyek Budapestre, fogok beszélni a belügyminiszter úrral, annak érdekében, hogy a segély megadásra kerüljön. Jelen pillanatban bizonytalan, hogy februárban lesz-e bér. Két feladat van. Megszüntetni a hiányt és megszüntetni a hiány okát. A felelősség kérdése elkerülhetetlen, mondta az országgyűlési képviselő. A képviselőtestület tagjainak, akik ezeket a költségvetéseket megszavazták, viselniük kell a felelősséget, úgy gondolom, vállalniuk kell a város előtt a felelősséget. Itt lesznek emberek, akiket azért kell elbocsátani, mert nem lesz a fizetésük megfelelő mennyiségű pénz. Ők alapvetően az állásuk elvesztését majd azokon kérhetik számon, akik ezt a helyzetet előidézték. A megszorító intézkedések között a város néhány intézményének összevonását tervezi az önkormányzat. A jogszabály szerinti kötelező feladatok ellátása prioritást élvez a munkabéreken túl. Ezen belül is az óvoda, 2019. januárjától a bölcsöde működtetése, a közvilágítás és a temető fenntartása, a köztisztaság biztosítása. Örömteli hír, hogy a település bölcsödéjének 30 férőhelye kevésnek bizonyult, és kérvényezték a 36 férőhelyre történő bővítést. Tette hozzá a polgármester. A helyi általános és középiskolák igazgatóival, illetve a fenntartó képviselőivel egyeztetett Hegedűs Zoltán. Az alpolgármester a napokban az idei év költségvetésének megtervezéséhez kéri ki a helyi civil szféra képviselőinek a véleményét.
Az alpolgármesteri konzultáció célja most is az volt, hogy mielőtt a képviselőtestület megvitatná a 2018-as költségvetést, derüljön ki, milyen lehetőséget látnak az önkormányzattal való együttműködésben az általános és középiskolák intézményvezetői és a fenntartók, illetve milyen igényekkel vágnak neki az idei évnek. Hódmezővásárhelyen az iskolák felújítása részben már megtörtént, részben folyamatban van, hiszen a területi operatív programból a Klauzár utcai, a Nádor utca és a Szent István utca iskolákat fogjuk felújítani. Azonban ezek elsősorban energetikai típusú felújítások voltak. Abban egyeztünk meg, hogy egy projektet indítunk, amelynek keretében az összes iskolát kívülbelül felújítjuk. A külső felújításon lényegében már most már túl leszünk, hanem nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a belső felújítások is megtörténjenek. A szociális helyiségek, illetve az étkezők felújítása is a tervek között van. A tankerületi központ pedig segít az új bútorok és taneszközök beszerzésében. Speciális a helyzete a Szent István Általános Iskola ökointézményének. Ők működtetik ugyanis a téglagyári tanösvényt, ennek, illetve a zöld szemlélet kialakításában nélkülözhetetlen információs központnak a fenntartásához kért segítséget Walterné Böngyik Terézia, a két intézmény vezetője. Jelentős forrásokat fordít a kormány a Bethlen Gábor Református Gimnázium felújítására 5 milliárd forintot. Március végére elkészülnek azok a tervek, amelyek alapján a kivitelezési közbeszerzéseket ki fogják írni. A házigazda Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola igazgatója is felvázolta az igényeket a tervezett épület felújításokkal kapcsolatban. Az iskolánk tekintetében ezt a műemlék jelleget szeretnénk megőriztetni, tehát ez a legfontosabb, hogy erre odafigyelés szülessen. Éppen azért az épület állapotát kell minél jobban megfelelőnek tartani. A tetőnek a felújítása, a tetőszerkezet átalakítása az nagyon indokolt. 2013-ban egy teljes körű intézményi felújítás volt, de ebbe a tető csak részleges átalakításra történhetett. Ugyanígy a műemlék jellegű kis udvarunk, ami őrzi a 120 éves töltnek a meséjét és a gyerekek mindenféle gondolatát. Azt gondolom, hogy itt meg kell őrizni a vásárhelyi tégla beépítését, és egy olyan tervet kell kigondolni, ami hosszú távon ad ennek az udvarnak még legalább 50-60 évre életet. Forrainé Kószó Györgyi hozzátette, szeretnék, ha újabb zöld területtel bővülhetne az iskola, és örülnének egy új ebédlőnek is. Hegedűs Zoltán alpolgármester külön tárgyal majd a szakiskolák vezetőivel, amelyek működése szorosan összefonódik a versenyszférával, a vállalkozásokkal és a mezőgazdasággal. A sportedzői értékelések lehetnek közhelyesek és sablonosak, olykor viszont humoros, szórakoztató és érdekes mérlegek is születnek egy-egy mérkőzést követően. Dr. Bertó Gyula, a HVSC másodosztályban szereplő férfi vízilabda csapatának edzője egyértelműen az utóbbi kategóriába tartozik, értékelései, nyilatkozatai mindig élményszámba mennek. Vörös Marti után szabadon. Oly magasra tettük a mércét, mint lehet, s bár kikaptunk, ez jó mulatság, férfi munka volt. Ilyen és ehhez hasonló mérkőzés utáni nyilatkozatok hagyják el a HVSC felnőtt férfi csapatát trenírozó dr. Bertók Gyula száját. A szakvezetőnek nem csak Hódmezővásárhelyen és a szülővárosában Szentesen, hanem Németországban és Svájcban is rajongó tábora van, akik alig várják a hét elejé legfrissebb csemegét. Nagyon örülök, hogyha egy nagy gondolkodó szavai jutnak eszemben. Eszembe is mondjuk egy, nem tudom, egy ókori görög történet hirtelen megelevenedik itt a medencében, vagy a medence mellett, vagy a mérkőzés követően, és én ezt megosztom a hallgatósággal, nézőkkel, a sajtó munkatársaival. Nem beszélve arról, hogy szándékos célom az, hogy csempészünk egy kis érdekességet, egy kis humort abban, amit mi csinálunk, mert a humor az egyébként sok mindenbe segít. A civil életben ügyvédként dolgozó 6, áprilistól 7 gyermekes sportember 2013 óta vezényli a HVSC felnőtt csapatát. Korábban játékosként is segítette a klubot. Manapság pedig teljesen megszokottak tőle a szókratészi idézetek, a Vörös Martit idéző eszmefuttatások, vagy egy kis latinnal fűszerezett gondolatvilág. Ha pedig legendás nyilatkozatok, megkértük a vezetőedzőt, hogy értékelje a HVSC őszi teljesítményét, a csapat 12 mérkőzésen egy győzelmet, egy döntetlent és 10 vereséget könyvelhetett el. Eszembe jutott egy filozófiai gondolat, ami talán Diogenészé volt a kutyájé, aki ugye egy künikosz volt, akik ugye úgy közelítettek az élethez, hogy lemondtak
mindenről, ami a világi hívságokat jelenti, és azt, ő például azt vallotta, hogy az ízlésünket, például az ételek vonatkozásában az éhezéssel jelentősen lehet módosítani és befolyásolni. Tehát aki mondjuk hosszú távon éhezik, az egy almának is végtelenségig tud örülni, és fantasztikusan jó ízűnek érzi. Na most én körülbelül ebbe a helyzetbe vagyok most az elmúlt két évben, hogy végtelenül örülök annak is, hogyha egy-egy pontot vagy egy-egy győzelmet aratunk. Egyébként nagyon becsületes és jó mérkőzéseken, de jelen pillanatban a helyzetünk az, hogy egy falat almának is nagyon örülök. Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Péntekre virradó éjszaka erősen felhős lesz az ég. Eső, zápor eső térségünkben kialakulhat. A délnyugati szél megélénkül. A hőmérséklet 3 fok közelébe csökken. Holnap is többnyire borult lesz az ég. Szorványosan gyenge záporok kialakulására számíthatunk. A legmagasabb hőmérséklet 8 Celsius fok körül alakul.